Ma reggel kalapáccsal kellett betörni a kutyák ivóvizét a Besenyszögi úti állatotthonban. Napok óta tombol a különösen zord, téli időjárás. A hideg az utcán lévő emberek mellett ilyenkor az utcán sétáltatott és a szabadban tartott állatokra is komoly veszélyt jelent. Pedig egy kis odafigyeléssel elkerülhető a házi kedvencek, a szabadban élő állatok éhezése, fagyása. A tél jól belehúzott a végére, fáznak is a kutyusaink, mi is, de megpróbálunk mindegyik kennelben olyan kutyaházat, ami nagyon téliesített, berakni, illetve faforgácsozunk nekik. Mindegyik kutyaházba teszünk bőségesen, illetve kint a kennel részben is. A kutyák többségét kellően megvédi a hidegtől téli szőrzetük. Vannak azonban rövid vagy ritkább szőrű fajták, melyek bundája nem nyújt megfelelő védelmet számukra. Ajánlott a meleg kutyaruha, amit akár otthon is könnyedén elkészíthetnek. Illetve akik egész napra otthon hagyják állataikat, elindulás előtt gondoskodjanak arról, hogy langyos ivóvizet öntsenek nekik. Ha van rá lehetőségük, kérjék meg szomszédjukat, hogy nézzenek napközben a kutyára, és ha szükséges, cseréljék a vizüket. A kisebb testű kutyákat érdemesebb vagy bent tartani, vagy a garást kialakítani úgy, hogy kibe mehessenek. Nagyobb testű kutyáknak olyan kutyaház kell, ahol nem fagynak meg, illetve ott is nagyon fontos, hogy inkább faforgács vagy szalmát használjanak, hiszen a rongyok hamar átvizesednek, és az is előfordulhat, hogy egész éjszaka vizes rongyon alszanak. A megfázásos tüneteket hamar észre lehet venni. Minden esetben látható a kutyán, hogy nem úgy viselkedik, ahogyan szokott. Nem boldog, bágyadt. Ilyenkor érdemes meleg helyre vinni. Ha nagyon nagy a baj, akkor a mancsain lehet észrevenni, hogy fagykárt szenvedett. Mindezekre odafigyelve sok betegségtől óvhatjuk meg kedvencünket.